Három különböző hatóságnál három eljárást kezdeményezett a Fidesz országgyűlési képviselője a kedden millió számban kiküldött SMS-ekkel kapcsolatban. A névre szóló üzeneteknek az origó szerint köze lehet ahhoz a cégcsoporthoz, amely a jelek szerint az európai adatvédelmi szabályok megkerülésével gyűjti a választók adatait, és amelyik Márkizai Péter kampányát is segíti. Törvénytelenül juthatott személyes adatokhoz a baloldal, ezért kaptak kormánytagok és az ellenzék támogatását kérő telefonos üzeneteket. Erről írt az Origo, miután kedden többen is furcsa névre szóló SMS-eket kaptak, vélhetően a baloldaltól. Ezekben a keresztnevén szólítva arra buzdították a címzettet, hogy április harmadikán tegyen meg mindent a változásért. Csak hogy olyanok is kaptak ilyen üzenetet, akik biztosan nem osztották meg adatukat a hat párti koalícióval például kormánytagok, kormánytisztviselők vagy jobboldali újságírók. Az origó szerint ez felveti a törvénytelen adatgyűjtés és felhasználás lehetőségét, aminek hátterében egy közismerten baloldali offshore hátterű vállalat, a datadat állhat. A cég akkor került a figyelem középpontjába, amikor kiderült, már Pétert is finanszírozzák. A mostani kampányában is segít önnek a dat adat? Igen, segít nekünk a Márkizai Péter az ATV-ben ismerte el, hogy segíti a kampányát a datadat, miután kiderült, hogy kapcsolatban áll a Bajnai Gordon és volt titkos szolgálati minisztere Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó céggel. Az Index úgy tudja, a baloldali jelölt egyik, csak nem 30 fős kampányvacsoráját is a vállalat fizethette. Több mint egy millió fős adatbázist építhetett ki a baloldal a Bajnai Gordonhoz köthető datadat adathalász cégcsoport közreműködésével. Erre lehet következtetni Márkizai Péter közelmúltban tett kijelentéseiből. Hívta fel a figyelmet az Origo. Mint egy egymilliós. Olyan adatbázisa van az ellenzéknek, aki tud mozgósítani április harmadikán. Márkizai Péter többször is beszélt hatalmas ellenzéki adatbázisról. A baloldal miniszterelnök jelöltje nemrég a közösségi oldalán azt hangoztatta. Nagyjából egy 1 millió főből álló adatbázist építettek ki, amit a választási mozgósításban vetnének be. előválasztáson választottuk ki azt az egy jelöltet, aki mind a 106 körzetben majd elindul a Fidesz jelöltjével szemben, tehát egy versenyben. Ezen a versenyben 850 ezer embernek a szavazata döntött, mint egy 1,3 millió szavazatot adtak le. Azóta, akik a támogatásukról bizonyít, biztosította bennünket, mint egy egymilliós olyan adatbázisa van az ellenzéknek, aki tud mozgósítani április 3 -án. Csak hogy a napokban indult agresszív SMS kampányban a becslések szerint két milliónyi szavazót, tehát a Márkizai Péter által elismert szám dupláját érte el a baloldal. Az Origó kiemelte azt is, a datadat hamis profilok és bérkommentelők tömegeit is bevetheti, hogy népszerűsítse tartalmait és több embert elérjen. A mai napon három eljárást kezdeményeztem három különböző hatóságnál. Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő, aki családtagjaival együtt szintén kapott ilyen sms bejelentette. Az ügyben vizsgálatot kezdeményezett három hivatalnál, köztük az Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál is. Egyrészt Domonkos László elnök úrhoz fordultam az állami számjövők szék elnökéhez, hogy indítsanak vizsgálatot tiltott kampányfinanszírozás miatt, és ugyanakkor az offshore háttér és az ismeret eredetű pénzforrások kampányban történő felhasználása, és lényegében ennek az ismeret eredetű pénzeknek a tisztára mosása miatt a NAV bűnügyi főigazgatóihez fordultam, és költségvetési csalás bűncselekménye miatt tettem büntető feljelentést. Budai Gyula a párbeszédes Szabó téma drog kapcsolatba hozott kampányfinanszírozására utalva úgy fogalmazott, sorra derül ki, hogy kétes eredetű pénzekből finanszírozzák a baloldal kampányát.